Ohm törvényének igazolása céljából összeállítottunk egy egyszerű áramkört, egy ellenállást kötöttünk az áramforrásunkra, és mérjük két műszer segítségével megmérjük az áramforráson átfolyó áram erősségét, illetve az áramforrásra kapcsolt, vagy az ellenállásra kapcsolt feszültséget. Az összeállítás után egész egyszerűen feszültség alá helyezzük a rendszert, ekkor a műszerekről leolvashatóak az értékek. Jelen esetben 1,5 voltos értékre állítottam be az áramforrásunk feszültségét. Tehát 1,5 voltos feszültség hatására, ugye a 1,5 voltos beállított jelzett értékre valójában 1,46 század volt feszültség esik az ellenállásra, ennek hatására 1,47 század milliamper folyik az ellenálláson. Ezt az adatot a munkafüzet táblázatába, megfelelő rovatába be tudjuk jegyezni, és ekkor már tudunk számolni Ohm törvényének segítségével, az ellenállást ki tudjuk számolni. Változtatva az áramforrásunk feszültség értékén, átállítottam a 3 volt értékre, a műszerünk jelzi, hogy a rákapcsolt feszültség, a feszültségmérő 3 voltot mutat, ennek hatására 3,6 század milliamper folyik át az ellenálláson. Hát egész jó kis értékek. Jó, tovább folytatjuk a mérést, átállítjuk 4,5 voltra az áramforrásunk feszültségét, meg is jelent az ellenálláson a feszültség, jelen esetben 4,62 század, melynek hatására 4,65 század milliamper folyik át az ellenálláson. Tovább végezve a mérést, akár 6 volt és határig is elmehetünk, 6,2 volt hatására 6,24 század milliamper folyik az ellenálláson. Ezeket az adatpárokat a munkafüzet táblázatába beírva ki tudjuk számolni az ellenállás értékét, valamint meg tudjuk válaszolni a munkafüzetben feltett kérdéseket.